Ezen a héten már láthatták Szepesi Tibort, aki jó tanácsokkal látta el a karcagiakat. Most stúdiónk vendége Kun László testnevelő, aki szintén az egészséges életre hívja fel a figyelmet. Mai vendégünk Kun László, a Györffy István Katolikus Általános Iskola testnevelés, gyógytestnevelés, földrajzszakos pedagógusa. Mivel Lacival évek óta ismerjük egymást, ezért az interjú ideje alatt is tegeződni fogunk egymással. Köszöntelek, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm, köszöntöm a kedves nézőket én. Mit javasolsz, akik mozogtak, vagy rendszeresen, vagy akár kevésbé rendszeresen ebben az időszakban, milyen mozgásformákat sajátítsanak el, milyen segédeszközöket használjanak? Csak olyan mozgásformákat, amelyeket ugye az ember szervezete elbír, tehát itt is a fokozatosságra kell gondolni. Én azt mondom, hogy akármilyen mozgásos tevékenységet végzünk, a bemelegítés nagyon fontos. Na most hiába szeretnénk otthon tornázni, hogyha lehetőségeink ugye nincsenek meg. Hiába keresünk olyan dolgokat, amire vágyunk, de nem tudjuk megvalósítani, az kudarcként élhetik meg. Na most, hogyha olyan dolgokat próbálunk otthon végezni, amelyekre lehetőségünk van. Én itt gondolok a bevásárlásra, és akkor nem autóval megyek, hanem gyalog, és akkor cipekedek, az már ugye egy súlyzós edzés előkészítését mondjuk kimerítheti, vagy ha gyalog megyek, akkor próbálok egy picit gyorsabban menni, vagy a lépésszámon változtatni, vagy otthoni tevékenységek között nagyon jó ötletek vannak, hogy akadálypályákat készítenek az otthon levő székekből, asztalokból, tehát átmásznak, átbújnak, húsznak, forognak, bukfenceznek. Számos olyan kis apró dolog, tehát én úgy gondolom, ide családnál van otthon labda, labdának különböző méretei. Most divatos lett ez a WC papír tekercses kihívás, hogy a futballlabdát pótolják, vagy a kézilabdázók, ugye a kézilabdát célba dobnak, bekáznak, és a többi. Én gondolom, mindenkinek van otthon ilyen strand felszerelése, tollaslabda, igaz, hogy tornatermi sport, de a szabadban, kertes házban nagyon jól átmozgatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Egy relaxációs gyakorlat is sokat jelent, hiszen én úgy gondolom, hogy most ebben a helyzetben ez segítheti a felnőtt embereket is átgondolni a rohanó világból egy kicsit egy kényelmes helyen, úgymond megpihenni, lepihenni kellemes zenével, és akkor feltöltődni. Tehát nem feltétlenül ez az aktív, erős mozgásra kell gondolni, hanem ezek a egyének számára a lelki megújulást, vagy felkészülést, feltöltődést, ami segíti. A sporthoz hozzátartozik az egészséges, helyes táplálkozás is. Mit tudsz javasolni, mi a meglátásod a tekintetben, hogyan hozzák össze a kettőt, akár a gyerekek, akár a felnőttek ebben az időszakban? Hát nagyon nehéz, hiszen most ugye nincs időkorlát, tehát 45 perc, 10 perc szünet, 45 perc, 15 perc szünet. Gyakorlatilag bármi van otthon, vagy bárki van otthon, nyugodt szívvel akkor nyúl az ételhez, amikor akar. Hát ez meg, én azt mondom, egy kis önkontroll segítségével, hogy most tényleg azért betartom a háromszori étkezést, odafigyelve, hogy közötte ne legyen nassolás, akármennyire jól esik. Igazából, hogyha az előző kérdésre nézzük a választ, hogy az elhízást hogyan tudjuk megelőzni, például az itt dől el igazából a táplálkozás folyamán. A családokat mennyire kovácsolja össze még jobban ez a kialakult helyzet? Teljes mértékben összekovácsolja. Én a saját családomból tudok összefoglalni néhány gondolatot. Tehát az, hogy otthon vagyunk, az egy... Én azt mondom, hogy kellemes állapot, ami most nálunk uralkodik, bár vannak apró az összezördülések, hiszen ugye egyik szobában a nagyobbik fiam tanul, a másik szobában a kisebbik fiam,
Én is szeretnék ugye feladataimat ellátni, és akkor gyakorlatilag ott van még a feleségem is, és hát ugye egy nagy kompromisszum készség kell, hogy kialakuljon, meg tolerancia, hogy mindenki időben el tudja végezni az adott napra a feladatát. Hogyha vége a veszélyhelyzetnek, és majd visszaáll a rend az iskolákban, akkor mit gondolsz, hogy a tanulók, akik esetleg kevésbé szerették a testnevelés órákat, mert biztos olyan is van azért, hogyan fognak bemenni az első testi órára? Én azt gondolom, hogy bízom benne, inkább úgy mondom, hogy vágyni fognak magára arra a tevékenységformára, hogy újra együtt vannak az osztálytársak, a barátok, újra összejön a közösség, és a közösség elejében én bízok mindig, hogy egymás kedvéért, én bízom benne, hogy zökkenőmentesen beállnak a sorba, és el tudjuk kezdeni a munkát a gyerekekkel. Köszönöm szépen, hogy stúdiónk vendége voltál. Köszönöm szépen.